Na, srácok, hát szokták mondani, hogy egy fecske nem csinál nyarat, de elvisz a nyugatiba. Legalábbis jelenleg ugye, a nyugatiba tart ez a vonat. Hát itt vagyunk Üllőn, srácok. Igazából ugye feltettem egy kérdést az egyik videómba, hogy ezen a vonalon melyik állomást szeretnétek látni legelőször. Szerintem egyébként az összesről fog készülni videó, de ugye szerettem volna, hogy igazából ti döntsetek az első sorsáról, hogy melyik legyen az. Én megmondom az őszintét, és hagyd mondjam el a személyes véleményemet, egyébként a másodiknál is ugyanígy szavazással fog eldönni, hogy melyik legyen a második. Viszont ha én választhattam volna, akkor hosszú berek és Péterit választottam volna, méghozzá azért, mert talán ezen a vonalon Monorig az a legérdekesebb. Hát talán Monor is azért egyébként elég érdekes, de hosszú bereknek van egy olyan különleges atmoszférája, nem feltétlenül a vasútállomásnak, hanem inkább magának az egész környezetnek, az egész helynek, ahol van. Na de mindegy, ne ebbe menjünk bele. 1847-ben adták át ezt az állomást, Üllőt. Ugye ez a Szolnok-Ceglédi vasútvonalon található, itt az S50-es, Z50-es személyvonatok közlekednek, leginkább ugye fecskék és flörtök egyébként. Ugye nagyjából úgy kell elképzelni, hogy nyugatitól indul, nyugati, Zugló, Kőbánya alsó, Kőbánya Kispest, utána Szemeretelep, Ferihegy, Vecsés kertek alja, és utána itt vagyunk már is Üllőn. Ez nagyjából egy olyan 20 perces út Kőbánya Kispestől, nagyjából olyan 30 perces út lehet a nyugatitól, és akkor most egy nagyon-nagyon finom voltam igazából, mert sajnos a pályaállapotok miatt ez a 30 perc szerintem inkább 40, mert hogy a nyugati Kőbánya-Kispest közötti táv az valami katasztrófa, és nagyon lassú szokott lenni, úgyhogy maradjunk annyiba, hogy ilyen 35 perc, és akkor még mindig nagyon jó fej voltam a vasúttal. És hát itt vagyunk, ugye ti kértétek. Igazából azért lepődtem meg, hogy ezt Üllőt ennyien kértétek, mert rengetegen kértétek, mert alapvetően nincs itt semmi érdekes. Szóval, hogy egy teljesen átlagos állomásról van szó, és igazából utána néztem a fentről.hu nagyon régi felvételeket is megnéztem. Igazából semmilyen iparvágány, kiágazás vagy érdekesség nem volt itt annak idején sem. Lehet, hogy kezdetén volt, de ilyen 60-as, 70-es, 80-as években semmi extra, azon kívül, hogy itt van egy rakodó, ami ma már nem üzemel természetesen. Ez egyébként nagyjából ott ágazik ki, eljön idáig, és ugye ott a végén lesz egy bak, mindjárt meg fogjuk nézni, és ott véget is ér ez a történet. De igazából ezen a rakodón kívül nem igazán van semmi ilyen ipari érdekesség erre. Mint látjátok, ott a bak, ott végződik, és ott van mögötte már az állomás épület, ahova el fogunk természetesen menni. Egyébként nem üzemel, ha jól tudom, márpedig én szerintem jól tudom. Nem üzemel, és hát itt is, mint például ugye Pesszentlőrinci vasútállomásnál, itt is automatából lehet jegyet, bérletet és egyéb dolgokat intézni, információt kérni, stb. Úgyhogy tulajdonképpen ezek az állomás épületek kezdenek ilyen haldoklófélbe változni, pedig alapvetően ez is egy nagyon-nagyon szép épület, ahogy a vasútra egyébként nagyjából jellemző, 90%-ban nagyon szép épületek veszik körbe a megállókat, állomásokat. Hát sajnos már itt sincsen nagy funkciója egyébként. És egyébként itt van egy mellékhelyiség, amit nem tudom, hogy működik-e. Nem lepődök meg, hogyha nem. De hát megnézzük, jó? Na, az utas WC kulcsát érvényes menet egy felmutatás ellenében forgalmi irodából lehet elkérni. Hát, lehet, hogy ez működőképes, hogyha a forgalmi irodában van valaki. Már meg biztos, hogy van egyébként, hiszen azért kell itt dolgozónak lennie. Úgyhogy akkor lehetséges, hogy ez teljesen működik, és megint csak a negativitás szólt belőlem. Ez egyébként egy nagyon rossz magyar szokás. Én is próbálok róla leszokni, hogy mindig negatívan álljak az ilyen dolgokhoz. Na hát jól láttam, hogy a MÁV noszagja a kocsi benne volt, az egyik legalábbis. Nem biztos, mert nagyon sebes volt, és ilyenkor általában felvételre figyelek, hogy
jól tartom a kamerát, stb. De szerintem az volt. Ma mindegy, majd visszanézem, igazából nem annyira fontos. El fog menni egyébként, ott van egy ilyen kihalt, talán őrház-szerűség lehetett, nem tudom, az szinte biztos, hogy vasúti jellegű, egyrészt a vasút mellett van, másrészt pedig ugye a kialakítás is az. Ez az első érdekesség egyébként, amit itt felfedeztem, és ez az első érdekesség, amiről viszont nem olvastam sehol se. Vasútállomások.hu, fentről.hu, mindent megnéztem igazából, mielőtt kijöttem ide, de megnézzük. Egyébként, ha jól tudom, akkor az egyik videós kollega, aki szintén közlekedési tematikában videózik, és itt lakik, Borbi Isti, Mondorom pedig ugye Zoli lakik. Egyébként ehhez a vonalhoz a kötődésem elég erős egyébként. Rengeteget jártam én erre, akár vonattal, akár busszal, mert hogy igazából hosszú berek és Péteri kivételével Mondorig minden városban, vagy faluban, vagy nem tudom, hogy azt hiszem mindegyik város, vagy község. Nem tudom, ezekben sose voltam jó, de a lényeg az, hogy mindenhol volt barátnőm, úgyhogy az életemben, úgyhogy elég sokat jártam ezt a vonalat, sőt, igazából pont sorba mentem egyébként, mert vecsésem volt, aztán utána lett Üllőn, aztán utána lett Monoron, úgyhogy ja, sorba haladtam, aztán Monornál megálltam, nem tudom. Sőt, visszaléptem, mert vecsésen lett utána megint. Na mindegy, nem ez a lényeges, csak ilyen kicsit humoros, de tényleg nagyon sokat jártam erre egyébként ugye az életemben, és gyanítom egyébként, hogy azért választottátok Üllőt ti is, mert biztos, hogy van valamiféle kötődésetek Üllővel kapcsolatban. Egyébként azért nézekedem az órámat, mert sajnos amelyik vonattal érkeztem, a következővel már mennem is kell, ami befele megy a városba, mert nekem Kelenföldre kell érnem. Úgyhogy egy kicsit sietősen csinálom én ezt a videót azért. De mindegy, itt az átjáróig eljöttem természetesen, és itt fogunk szépen átmenni. És megnézzük azt az épületet ott. Úgyhogy igen, mert erről tényleg nem láttam semmilyen felvétel sehol se. Márpedig egy meglehetősen lepusztult kis házikóról beszélünk, és szerintem biztos itt volt valamikor az Üllő felirat. És akkor igen, ez szerintem egy ilyen őrház volt. Érdekes, nem tudom mikor szűnhetett meg. Na, minden kialakítás egyébként, lépcső is, meg minden egyértelműen vasúti. Tehát ez, hogyha nem a vasút mellett lennénk is, azt mondanám, hogy ez egy vasúti épület. Húha! Hát kegyetlen állapotok uralkodnak itt. Igazából nem is nagyon megyek be, mert teljesen felesleges. Bár érdekes az egész kialakítás, de hát írjátok meg, srácok, mert tényleg az a legjobb, hogyha valaki tudja, és még esetleg van képe, vagy emlékszik rá fénykorából, akkor mindenképpen küldj el. Szép épület lehetett valamikor. Ezek nagy kár, hogy ezek az épületek a pusztulásba vesznek. Hát valaki úgy érezte, hogy az Üllő feliratot mindenképpen le kell firkálni. Tehát, hogy ez annyira fontos volt egyébként, és valóban így sokkal stílusosabb lett. Én nem tudom, ezt nem is nevezném graffitinek, ez firka. Tehát, hogy én nem is értem ezeket, hogy ebben mi a jó. De mindegy, ezen mindig ki vagyok akadva igazából, pláne amikor vonatot fújnak le, mert egyébként vannak szép graffitik. Tehát én elfogadom, vannak szép graffitik, tényleg. De hogy miért kell olyan dolgokat lefújni, legraffitizni, de amikor ilyen firka van, azt abszolút nem értem. Azt nem értem, amikre nem való, egyszerűen nem való. Most ez menő gyerek vagy, hogy a vonatok ott a graffitit? Szerintem nem. Szerintem pont, hogy nagyon-nagyon gáz vagy. De mindegy, ezt most csak azoknak mondom, akik esetleg graffitiznek vagy firkálnak olyan dolgokat, amire nem szabad, mert nagyon szép művészi alkotások is látnak napvilágot, sőt, ugye vannak olyan helyek, például a Kőbánya alsón volt olyan hely, ahol kimondottan kérték a graffitiseket, hogy egy ilyen falrész fújjanak le, mert hogy egyébként is romos állapotban volt, és így legalább egy kicsit szebbé és kreatívabbá tették ott a környezetet. Kőbányai úton pontosan ott volt. Úgyhogy ott a Hungáriával, ahol érintkezett, sőt, ott ahol a 28-asnak a megállója is van, úgyhogy így már aztán szerintem 100%-osan behatároltam. Na. És akkor amit még nem néztünk meg, az pedig a gyalogos aluljáró, mert hogy gyalogos aluljáró rendszerrel van megoldva itt az utasterelés. Na hát itt van egy szép parkoló, ami egyébként eléggé új, tehát ez egy ilyen 5-10 éves történet lehet. Azt gondolom, itt leteszik szépen a helyiek az autót, és
csapatják a vasúttal tovább, itt már meg is lehet venni a jegyet, tehát nem kell elsétálni odáig, mert ott is van egyébként egy jegykiadó, de itt is meg lehet vásárolni a jegyet, és akkor már lehet csapatni. Ugye, amit itt még felfedezhetünk, az ott lent a mozgáskorlátozottak számára ilyen, hát nem is tudom, ezt a liftnek nevezik, vagy nem tudom, de tudjátok szerintem, hogy miről van szó. Hát ez sajnos szerintem 1000 éve nem működik, ami egyébként elég szomorú. Elég szomorú, és az is elég szomorú, hogy az alapvetően egyébként egész kreatív és jó graffitiket megint ezt lehet mondani, lefirkálják. Tehát ennek mi értelme van, azt én nem is értem. És hát akkor ott lehet felmenni az állomás épülethez, amit már ugye láttunk. Itt szintén van egy nem működő mozgáskorlátozottaknak segítő lift, ugye ez a sín tulajdonképpen, amin annak idején felment. Nem tudom, hogy ez valaha volt-e aktivizálva, mozgásba. Vagy ez is olyan, mint a legtöbb helyen a lift, hogy van, de nem működik, és nem is működött soha. És akkor itt érkezünk fel a 2-es és a 3-as vágányra, és valami érkezni is fog pont. Egy áthaladó. Szuper! Na! Mert egyébként így a vasúti járművekre és az itteni forgalmukra tekintve hát annyira nem izgalmas. Tehát vagy ilyeneket látsz, vagy flörtöket, úgyhogy legalábbis tudtom, amik állandóan itt mozognak, az biztos, mert nyilván vannak érdekes teher, meg egyéb történetek, de alapvetően ez a jellemző. Úgyhogy érdekesnek semmiképpen nem mondanám, valószínűleg nem a fotósok kedvenc helye Üllő, meg ez a rész itt, de ettől függetlenül teljesen kellemes egyébként, és alapvetően a mai magyar viszonyokhoz képest Üllő még mindig nem a legrosszabb vasúti állomás és jelenlegi állapotban lévő állomás. Nem igazán tudok róla többet elmondani, srácok, mint amennyit láttunk, mert egy papír egyszerű állomás, ezt a vonatot még megvárjuk, és szerintem én el is köszönök tőletek. Na, hát akkor én köszönöm nektek a figyelmet, srácok, remélem, hogy örültök, mert végül is a legtöbbetek öröme, vagy legtöbbetek vágya az teljesült, ugye Üllőről készült a bemutató. Ha valamit esetleg kihagytam, akkor írjátok meg nyugodtan, de mondom, nem felkészületlenül jöttem, igazából átnéztem a ehhez tartozandó szakirodalmat, ha lehet ezt így mondani, tényleg a vasútállomások.hu, fentről.hu, Wikipedia, mindent átnéztem igazából, nagy érdekességeket mondom, a rakodón kívül nem igazán találtam, nem igazán fedeztem fel, de egyébként teljesen kellemes kis állomás. Én nagyon szépen megköszönöm nektek a figyelmet, és akkor búcsúzom ezzel a kis rakodóval. Hogyha támogatnátok, akkor PayPal, Patreon leírásba, Facebookos csoport, e-mail cím szintúgy. Sziasztok, srácok!